és politikai magazin támogatója, a Széchenyi 2020 program. Visegrád a szerelme és a munkahelye. Muravölgyi Farkas Emese Visegrádon nőtt fel, és férjével, meg 20 hónapos kisfiával ma is a Dunakanyarban él. Lokálpatriótaként nem volt kérdés számára, hogy nemzetközi kommunikáció szakon szerzett közgazdász diplomájával a szeretett térségben helyezkedjen el. Nekem egészen különleges gyerekkorom volt itt Visegrádon, hiszen fönt a hegyen, nem messze a visegrádi sípályától éltünk egészen 8 éves koromig, utána költöztünk le ide a városba, és imádtam, tehát a mai napig ebből táplálkozom, és hogyha lehet, akkor úton útfélen mindenkinek Visegrádról mesélek. Gyerekként itt felnőni, olyan, hogy egy burokban lettünk volna, tehát közel a fővároshoz, de mégis egy ilyen külön burokban élünk itt Visegrádon. Azt szeretem a legjobban, hogy minden egyes évszakban, napszakban teljesen más arcát mutatja, tehát egyszerűen megunhatatlan a Fellegvár látványával együtt. Emese a Visegrád és környéke turisztikai és marketing egyesület projektmenedzsereként több uniós pályázat megvalósításában vett részt. A legújabb támogatásból egyebek mellett megújul az egyesület honlapja, és a Fellegvárhoz telepítendő webkamera egész évben jó minőségű látképét adja egy gyönyörű tájnak. 2017. szeptemberében ismét egy uniós pályázatot nyertünk el. A mostani feladatom szintén ez lesz ennek a pályázatnak a projektmenedzselése. Ennek a pályázatnak köszönhetően az egyesületnek teljes mértékben megújul a weboldala. Nagyon fontos eleme ennek a pályázatnak például az, hogy egy HD webkamerát tudunk majd a Fellegvárba kihelyezni, ami élő képet ad a Dunakanyarról. A pályázatnak köszönhetően a már meglévő rendezvényeink infrastruktúráját tudjuk majd fejleszteni. 4 darab Visegrádra jellemző mobil faházakat szeretnénk elkészítetni. Térképeket, kiadványokat tudunk ebből az új pályázatból nyomtatni. Emese főleg otthonról dolgozik, de a munkahelyének támogatásával így is teljes értékű munkát végez. Ennek a munkának köszönhetően amúgy nagyon sokat fejlődtem emberileg, nagyon sokat tapasztaltam ezen a munkaterületen, de talán amit a legjobban ennek a munkának köszönhetem a férjem, akit egy ilyen TDM turisztikai konferencián ismertem meg, és most már egy 20 hónapos kisfiúval bővült a mi kis családunk, aki szintén, hogyha ugyanakkor aktív segítője a mi munkánknak itt az irodában. A Fejlesztés Politikai Magazin támogatta a Széchenyi 2020 program.